Sziasztok! Ma egy edzős videót hoztam nektek, szóval akit ez nem érdekel, az szerintem ki is léphet ebből a mai részből, ugyanis csak edzésről lesz benne szó, hogy merre parkolok, mit csinálok, hogyan ki sikerült az elmúlt két hónapban edzenem. Teszem hozzá, a rekordomat megdöntöttem, mert eddig 6 edzés volt egy huzamban, ez volt az elmúlt 6 év, 7 év futásbeli rekordja, immár ott 13 napja egy huzamban edzek, de 2 hónapja pedig folyamatosan, és ebből készítettem nektek egy kis videó sorozatot. Természetesen nem vettem fel minden egyes edzésemet, hanem nagyjából minden második, harmadik vagy negyedik edzést vettem fel, úgyhogy ezt nézhetitek meg, hogy az elmúlt hónapban, elmúlt két hónapban merre edzettem, merre parkoltam, hol tudtam zuhanyozni, hol volt épp WC, úgyhogy kezdjünk bele. A következő ilyen rész pedig valamikor majd szerintem decemberben fog érkezni, akkor jövök nektek vissza az újabb eredményekkel, és addigra remélem a 6 kilométert letoljuk fél óra alatt, ez a mostani cél. Az esőkabátot felvettem, és akkor hát sajnos most ebben az ipari parkban kell, hogy körözgessek. Na de ti ne ezt nézzétek meg, hanem közben ti nézzétek meg azt, hogy hogyan kezdődött mindez, és akkor majd még visszajövök elköszönni tőletek. Jó, addig én megyek és edzek, mert már be vagyok melegítve. Negyedik kilométer itt az első napon. Eléggé nehezen megy, de meg lesz az az 5 vagy 6 kilométer. Utána mehetünk pihenni. Itt vagyok Meaux, ha jól mondom ki, városában, Franciaországban. Egy ipari parkban töltöm a hétvégét, és elmegyek innen szaladgálni. Méghozzá is nyíregyenesen nekifutunk innen a folyónak, és a folyóparton szaladunk egy jó. Idáig jöttem, ez még nem volt egy kilométer se, és íme megint az ipari parkból. Egy csodaszép helyre jöttem ki. Ha jobbra megyek, akkor városi rész az, ami vár rám. A balra viszont el tudnék futni akár egészen ilyen erdei részig, de ez is nagyon szép, úgyhogy hajrá! Hát már nem tervezek így előre, hanem jön 5 km körüli távot gondoltam ki. 3 km egy irányba, tehát tartjuk a 6 km 7.28-as könnyed tempóval. Battyogok, nagyon szép volt a környezet, úgyhogy fordulhatunk vissza, és jöhet a következő 3 km. Igyekszem nem megállni, egyik edzés alatt sem, hogy ne rögzüljön bennem az, hogy jön a pihenő. 5.27, így a hetedik napon, elfáradtam, 5.55 a vége, úgyhogy egy jó 500 méter maradt a kamionig, úgyhogy jön a végére egy séta. Lelkiekben fáradtam el, lelkiekben adtam fel, még edzeni kell. És végezetből úgy szoktam zuhanyozni, ide fel tudom tenni a tasimat, bekötöm az ajtót, jelenleg egy ilyen könnyedebb spaniferrel, és itt a mobil zuhanyzó, és már is tudok zuhanyozni, nem kell ugye feltenni ugye mondjuk egy kannát valahova, ezért mobil, bárhol, ahol akarok. Kellemesen itt a 40 fokos ponyva alatt nagyon jól le tudok csobbanni. Ebédem, és csak az ebédem, ez egy csirkés zöldséges raguleves, mellé pedig tökös sárgarépa fasírt, párolt zöldségekkel és hollandi szószal, ilyen zsírszegény hollandi szószal. 9. nap, itt állok Németországban, egy tök frankó ipari parkban. Teljesen egyedül, jó, csendes, úgyhogy szépen le tudok zuhanyozni, senkinek nem zavar. Itt lemegyek mindjárt, kicsit ilyen dombos ez a vidék, úgyhogy elég nehéz lesz a mai edzés. Lemegyek, megkerülöm azt a céget, és ott hátul elmegyek len, és elfutok arra az erdőbe, és végig ilyen erdei részen tudok futni. Valamikor nagyon régen álltam itt, elmentem arra túrázni a dombok felé, az egy baromi jó kis túra volt, úgyhogy menjünk, már majdnem kivezettem ma a 10 órámat, úgyhogy nagyon fáradt vagyok. De a jelmondat mostantól nem az, hogy nyiss a világ felé, hanem mit tettél azért, hogy holnap más legyen? Vagy mit tettél azért, hogy holnap ne így legyen? Ne így legyen, hogy gyengék vagyunk, hogy kövérek vagyunk, hogy nincs erőnk, és így tovább. Mit tettél azért? Amikor nem megy, csak ez is jön eszedbe, hogy semmit. Akkor tegyünk érte. Mindjárt harmadik kilométerben járunk és megfordulunk. A dombokat nem kerüljük el, minden egyes kihívást keresünk. És nem érdünk meg tőle. Ne felejtsük el. Ennek a neve edzés.
nem pedig témfergés. Az a kamionban van. Ez edzés. 12. nap, Angliában vagyok, egy őrzött parkolóban Leeds felett. Hát az a felleg az erre felé tart, viszont egész nap eddig esett az eső. Igaz, még csak 11 óra 29 van, ugye itt egy órával visszább vannak, viszont most egy picit elállt, úgyhogy el is megyek, szaladok egy jó 5 kilométert, és bízom benne, hogy nem nagyon fog elkapni. Az eső Angliában ettől a látványtól nem szabad megijedni, mert ez közel nem jelenti azt, hogy itt szakadni fog az eső. Úgyhogy menjünk és fussunk egy jó 5-6 kilométert. Ilyen városi szakaszon tudok sajnos csak futni, de hát ne panaszkodjunk, örüljünk neki, hogy legalább van járda. Nem szeretem, mert jönnek-mennek az autó, nincsen csend, nyugalom, és még esetleg fel is csapnak. A Lemming Bar nevezetű sejákutas napos parkolóban állok, tehát ez egy őrzött, biztonságos parkoló. Itt el lehet jutni egy arborétumig, ami engem most azért is érdekelne, mert ugye kertépítés előtt állunk. Sajnos nincs végig járda, ezt meg kell valahogy oldani oda-vissza, csak 14 kilométer, úgyhogy hajrá kimozdulásra! Oké, tehát akkor egy kis konyha tip. Nézzétek, ennyi zappehelyről beszélek, én ezt ilyennel szoktam kimérni, Angliában vettem ilyen, hát nevezük mérőkanálnak, 65 ml. Zappehely ízlés szerint őrölt lenmag, csímag, ez a lenmagra figyelj oda, hogy az a jó, hogyha őrölt, szárított golybogyó, nagyon magas a C-vitamin tartalma, olajos magvakra figyeljünk oda, dió, kesudió, amit te szeretnél, ez jelen esetben 4 szem kesudió és mogyoró. És akkor mellé szója tejet fogok adni, nem kell hozzá sok. Eleve már ránézen látszik az, hogy benne van minden, amire neked kell, nem tudom, egyszer ránézés tudod, hogy ez tuti ez a kaja. 16. nap, Hannovernél vagyok. Kivezettem a mai 9 órás vezetési időmet, és akkor megyek ezzel a benzinkútról két vég közvetlenül a pálya mellett. Itt veszem ki a 9-est, és innen ki lehet menni szaladgálni elvileg, műhold is kép szerint, úgyhogy menjünk és fussunk egy jó 5 kilométert, utána pedig csinálok egy cukkini főzeléket, majd alvás, és mehetünk tovább Svédországba. Nagyon bejövő is a hely, tudom nektek ajánlani. Másfél kilométer volt erdőben, nagyon frankó. Most pedig kifutottam egy folyópartra, nem is láttam a térképen. Mik vannak ugye? Előbb még az autópályán, ami bár ott megy. Átfutunk alatta, meg lesz a 3 km, most járunk 2.43-nál, 7 perces tempó, tehát könnyed. Megfordul, és mehetünk vissza. Elérkeztünk a 20. naphoz, sajnos az a héten még csak a 3. edzés. Svédországban jártam, sajnos ilyen felhős, esős idő volt. Nagyon sokat hajnalban indultam, és most a kifogás hallhattátok. Egyébként én azt vallom, hogy olyan heti minimum 4 edzéstől fogsz tudni jól fejlődni. Ma is természetesen a szokásos 6 km a cél, és ugye itt állok egy ipari parkban, Hamburg felett. WC, ott van mögöttem egy toj-toj WC, és innen elmegyek ki arra futkározni, korábban már álltam itt. Szinte csak magamba vagyok, szokás szerint pótkocsi fogok zuhanyozni, annyi különbség, most teljesen üres, úgyhogy most fel is fogok menni ide főzni, na de erről majd máskor, úgyhogy menjünk, fussunk jó 6 km. A 22. naphoz érkeztünk, megálltam itt Franciaországban, Szélestadban, itt kell lepakoljak holnap reggel 7 órakor. A tök jó volt, mert tegnap éjszakás voltam, aludtam a telephelyen lényegében 9 órát, szerencsére jó az állóklíma, úgyhogy kényelmesen tudtam aludni, majd jöttem 4 és felett, és megálltam itt Szélestadban. Ez itt van a német-francia határon. Most mégsem a város felé megyek be, hanem itt találtam egy ilyen mellékutat, és itt van mellette egy ilyen gazdasági, mezőgazdasági terület, azon fogok futkározni, hogy ezt itt megkerülöm, és remélhetőleg kiadja a 6 kilométert. Ha ilyen úton futok, akkor igyekszek mindig szembesávba futni, hogy lássam, ha jön valaki, akkor ne hátulról lepjen meg, el tudjak előre lépni. Na, oda megyünk le, és akkor ott fogunk futkározni, az úgy szimpatikusabb. Na, ide lejöttem, és
Hát ez egy picit bemegy majd az erdőbe az út. És akkor itt bemegyünk, hamarra kijövünk, és szerintem ebből lenyomok ki egy kört, és utána megyünk vissza. Hú, kellemes a levegő, és érdekes, nincsenek itt szúnyogok. Meg volt a mai 6 km. Kollégák pihengetnek jobbra-balra. Csak mondhatni, egy gyerek van talpon a vidéken, aki ma 6.48-os tempóval tolt egy 6 km-es távot. Nagyon jó volt, úgyhogy úgy érzem, lassan átbillenünk a holdponton, és könnyed edzéseknek nézünk elébe, és egyre jobban azon lehet gondolkodni, hogy hogyan fogunk gyorsulni. A napi kalória bevételem az átlagban 1400-1500 kalória, és igyekszem nagyon változatosan enni. A mai ételem az egy ilyen gyümölcskeverék, természetesen nem cukros, mellé kinoa, csak só van hozzáadva, és 200 g sonka. Megérkeztem a Transkunához vissza, úgyhogy letámasztottam a szekeret, és nézzétek csak, 16 óra 54 perc, és 40 fok. 40 fok, és megyünk edzeni, tehát, és utána indulunk haza. Jó? Tehát miért megyünk 40 fokba edzeni? Erre most biztos sokan felhördültetek. Ugye én azt szoktam mondani, hogy mindig úgy tegyél meg dolgokat, hogy tudd a miértjét, vagy tudd elmondani, miért tetted azt, amit tettél, még ha utána lehet, hogy meg is bánod. Azért, mert korábban volt egy félmaraton, amit ugye én elveszítettem, bár most egyébként nem készülök a félmaratonra, viszont szeretnék megint csak erős lenni, és kerültem a meleget, a hőséget. Valahol teljesen joggal, hiszen ki ez a hülye, úgymond, én most, aki kimegy 40 fokba edzeni, és soha nem volt olyan meleg, egyszer nem volt olyan meleg, mint azonnal bizonyos félmaraton, és tudjátok, ezt nem meséltem még nektek, akkor ugye a videó végére így beteszem. Az ST22 Lacika videóit kedvelő, tehát nem rajongó, hanem kedvelők csoportjának, aki itt adminja, jött ki arra a bizonyos versenyre, és készültek nekem egy kupával. Ez a kupa ez arról szólt, hogy lefutottam a félmaratont, és meg akartak ezzel lepni, én pedig ezt elveszítettem. És tudjátok, ott a verseny végén, amikor visszajöttem, ők vártak, hogy majd valonnan beérkezek, én egyszer megleptem őket hátulról. Hát és akkor láttam az arcukon a csalódást. Elfogadták persze, hogy lehet veszíteni, meg fel kell majd tudni állni, de akkor is csalódottak voltak, hogy ezt erre az alkalomra csinálták nekem. És akkor én megfogadtam, hogy soha többet nem lesz ilyen, hogy most meleg van, most nem megyek. Ez egy kifogás igazából. Azóta, ha meglátom, hogy ilyen meleg van, már csak azért is elmegyek. A következő félmaratonomat azt ebben a tudatban csináltam. Mindenki lihegett körülöttem. Én még levegőt sem nagyon vettem annyira, tehát még csak nem is szuszogtam annyira, úgy lefutottam a félmaratont. Úgyhogy továbbra is így edzek, ennek tudatában figyelj, ez nem arról szól, hogy most például kimegyek és 6 km-t fog futni, nem, ez arról szól, hogy kimegyek és futok. 6 km a cél, ha nem megy, csak 2, akkor 2-t fog futni, viszont egy valami nagyon fontos, a sapka. Tehát ilyen hőségben már sapka nélkül nem, mert valami ellen nem tudsz tenni, tehát tudsz küzdeni a meleg ellen, de hogyha napszúrás kapsz, az ellen mondjuk azért elég nehéz lesz, tehát fájdalmakat nem akarunk, tehát sapka, ittunk vizet és nem megyünk messzire. Inkább kis köröket megyünk, azért, hogyha baj van, akkor is minél gyorsabban visszajöjjünk a melegről, ami dög meleg van, de rohadt meleg van. És akkor ezzel le is zárom nektek így a mai videót, ez az utolsó edzés, úgyhogy gyertek egy ilyen erőltetésre, és akkor az augusztusban remélhetőleg jó lenne rekordot dönteni, azt hiszem eddig 22 vagy 24 edzés volt egy hónapban az a rekordom, azért az elég durva kamionosként, tehát az nem otthon, az amikor kint meló közben. Ezt szeretném most megdönteni, most amúgy nem tudom, mennyi jó voltam, úgyis meglátjátok a végén a táblázatot, gyertek is. Túl az első kilométeren, 6.47-es tempóval, hát sajnos nem volt más pólóm, úgyhogy ebbe a pamut pólóba kell fussak, a másik az már tegnap túl büdös lett, hogy felvegyem, ez van, nem úgy is megyünk hazafelé, hú, harapni lehet a levegőt, elég nehéz, alig várom, beérjünk ott arrafelé, van egy kis erdei rész. Nézd meg, beleizzadok a szemembe. 2,5-nél megfordultam, inkább 5 legyen a vége. És ha megy még, akkor még elfutok a másik irányba is. Csökken a tempó, már 7.03. Rohadt meleg van. Szerintem ez jól látszik. Hátamon tiszta víz a póló. Ez van. Nézd! Amikor jönnek az emberek kifogással, ami volt a mai videónak a mondata, mit tettél azért, hogy holnap más legyen? Rohadt meleg van, nincs kedved edzeni? Nem bírod edzeni? Mit tettél azért, hogy holnap más legyen? Kamionosok, minap láttam egy kamionos srácnak a videóját, 10 parkolóba ment be, és nem talált helyet.
Kérdem én, mi lesz holnap? Mi lesz holnap után? Mi volt 5 évvel ezelőtt? Ugyanez. Mit tettél azért, hogy holnap más legyen? Csak ezen gondolkodj, ami valami nem megy. Ne szidd a rendszert. Hát ha arra várunk, hogy a rendszer megoldja a problémánkat, vagy jöjjön a hidegebb idő, akkor elveszünk. Mit tettél azért, hogy holnap más legyen? Hogy holnap ne legyen ilyen meleg, az ellen nem tudok tenni. Legalábbis én úgy gondolom. De hogy bírjam? Az ellen igen. Ha most ilyen telefonos felvételt tudok csak csinálni, itt vagyok Lébényben a Scania szervizni, a 2,5 órát szervizelik a kamiont, én viszont addig eljövök edzeni egy jó egy óra hosszát. Ez van, ez jutott. Egy jó kis terepedzés. Mellettünk az M1, hogy lehet nézni a dolgozó kollégákat. Még mi trappolunk a Szántóföldön, Lébénynél. Hát megyek arra, Ausztria felé. Ezt tetszik ez a hely. Lébénynél, hogyha minden kollégának tudom ajánlani, miközben kijön az Eurovagra tankolni, oda sokan járnak, le kell támasztani a biciklit, és lehet csinálni egy ilyen lébénykört. Hajrá! Kedves lébényi traktoros, nem tudom ki vagy. Köszönöm szépen, kikerültél, és nem porosztottál a pofámat. Köszönöm még egyszer. Ez igen, felment a srác oda, ugye itt látható, hogy elég nagy porral megy. Az, hogy ne legyek poros. Ne szippancsom be a port. Köszönöm szépen. Jövök neked egy sörrel. Tudjátok, szokás szerint parkolóhely, toalette. Itt állunk a toalette mellett, úgyhogy lehet menni WC-zre is. A zuhanyzó pedig szokás szerint fenn a pótkocsin egyébként. Tudjátok, meddig vagyok pakolva? Eddig. Úgyhogy ezzel megyek fel most Svédországba. Jó, a meló pedig, most amerre megyünk, itt kifotok végig egyenesen, és utána el balra, és arra van valamerre az erdő. De jó érzés újra itt lenni. Na tehát a mai edzés lényege, látjátok, 29.43, mióta eljöttem, most 134 a pulzus, átlag 147. Tehát erre törekszem 150 alatt legyen. Mindig úgy van, hogy felengedem olyan, hát 156-ig. Itt most eléggé dimbes, dombos volt, mert meleg van. Elég hamar felmegy. Figyelj, ha 200 méter, és azután felmegy, akkor 200 méter. Utána akkor 100 vagy 200 méter gyaloglás. Oké, nem is kell figyelni, de továbbra is az RCX5-ös órát használom, mert kaspánt van rajtam, és akkor ennyi. Az óra mondja meg, nem mi, az óra szól, hogy stop, vagy mennyi. Ilyenkor pedig azért próbálok trappolni. Hát jó, most még annyira nem, és jó, tehát nem tingi-tongai nézelődök, hanem akkor megyünk gyors gyaloglásba tovább, búzusszám. Csak erről szól az egész. És egy óra hossza, 3.30, tehát óra mondja, mehetünk vissza. Hát kinéztem, ez nyíl egyenesen lényegében, jöttem fél órát erre, fél óra vissza, ennyi az edzés. Tök egyszerű. Lassan nem is számolom, hogy hányadik napnál tartunk, egyébként augusztus 24-e van, és minden eddigi pályafutásom során felállított rekordomat megdöntöttem az edzések gyakoriságát tekintve, ugyanis immáron ez a 9. nap, hogy megyek zsinórban edzeni, minden nap egy órát. Nézzétek, most itt parkoltam, ez egy ipari park, a felrakóm az lényegében ott van, ahol a másik kamion áll. Kérdezitek, WC, kérlek szépen, ott van egy dőneres, és a dőnerestől be tudsz menni a benzinkútra, ami ott van, az SZO kút a pályán, tehát ennyire vagyok a pályától, úgyhogy nagyon frankon fel lehet menni oda a WC-re, itt pedig szépen el lehet menni mindkét irányba edzeni, úgyhogy megyek is. Reggel, kérlek szépen, mint láthatjátok, 7 óra, 13 van, hát 9.30-as a felrakom, úgyhogy addig lezavarok egy jó órás edzést, bemelegítés, nyújtás, úgyhogy bőven oda fogunk érni a felrakóra, úgyhogy csavarjunk. Na kiértem ide egy ilyen útalágazáshoz, mehetnék arra, de arra eléggé ilyen rossznak tűnik az út, illetve mehetnék erre. Út mellett nem szoktam futni, de ez annyira adja magát, hogy erre elmegyek. Le is tudok húzódni, úgyhogy ebből a szempontból rettenetesen imádom Németországot, hogy egy szembeforgalom van, ugye? Azért, mert a mögöttünk lévő
ha épp Facebookozik, vagy valamit néz, nem minket lát, esetleg elüt, sosem fogja tudni, hogy minket elütött ezért, így látjuk a szemből a jövőt, hogy ha valami balhé van, le tudunk oda lépni. Senkit nem zavarunk, illetve tudsz futni terepen is. Hát kérlek szépen, hogy még megyek most egy 10 percet, és akkor utána fordulás, és megyünk vissza. Véget is ért a mai edzés, és egyben a mai videó is. Nagyjából szerintem 2 hónap múlva jelentkezek a következő edzős résszel. Természetesen jönnek majd a kamionos videók is, és a következő résznél szerintem már az új kamion elől, mellől fogunk majd videózni, úgyhogy ha van kedvetek, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!